hiszen mögötte ül Prince Harry. És vele csúszdázik. És mi a legrosszabb része ennek az egésznek? Hogyha jönnek... Ha jönnek az amerikai tengerész gyalogos... Ide okat. What's the sexiest animal? Jó, Thomas észszal. A Donald Trump az ilyen nagyon rögtönzött szar. Thomas észszal az kreatív. Yes. Jó. Smitty, ez a bot? Az bot volt, igen. Hát a bot jobban tetszett, mint a lány. Ez elmond róla azért valamit. Hát de figyelj, benne volt a hátad. Jó. Az egyetlen egy dolog jó. Abba beleegyezhetünk. Seggevés. Nem, seggevés. Abba jónak kell lenned. Hogy különben se hová se bűnsz. Yes! Itt. Ebbe, Levi, igazad van. Ebbe igazad van. De csak ebbe. Vajat csinálni a fűből. Jó, Júri, te gyertél! Ellen közek! Kezdve rendőr, hogy szétvernek! Kft. Elvitte erre, vagy így teszi meg? Én közbelépek! Phoenix Wright, nem! Hogy írta? Bocsi! Elektromos! Kedvenc! Ki nem ismer a biztonság szót? Szavazz! Ne! Lehet fotót készíteni? Várjunk. Ha nem írtam volna el a... Ó, jó. Ha nem írtam volna el a az utolsó izét, akkor... De nem lehet izé? Nem lehet kiválasztani... Nem, webkamerával. Na, szar. Akkor nézzük. Mi? Ó, ez jó lesz. Jó, nekem csak... Nekem az OBS virtuális kamerát észleli, nincs -e bedugva a webkamerám. Szóval ez lesz a képen. Na szóval, hello, az én nem Jacku, és az én beszédem, mint a ti királyotok, én egyetlen kérésem van, vigyetek el a Remrancshez. Az miért nincsen egybe? Ahogy látjátok, ez itt nőttem fel. Egy keresztény, pontosan itt vagyok én. Szép keresztény kisfiú. Viszont aztán jött a meleg. És rájöttem, ki vagyok én valójában. És el akarok jutni Remrancshez. Ez az én személyes mekkám. Ide kell eljutnom. Bármi áron. Na itt van, amit... Itt van valami, amit nektek számtom, ti hálátlan parasztok. Egy hely. Aki most a legtöbbet szavazza, velem jöhet az Odüsszeámba, hogy eljussak Remrancshez. Ott mellettem. Itt vagyok én, és te pedig lehetnél itt. És együtt ülünk Remrancshez. Viszont nincsenek nők, csak férfiak. Mert Remrancs medül. Ne felejtsétek el az áldott szavakat, az én nemes házam.
három férfi és egy pálcát fogdosnak. Csak ennyit kell mondanom. Köszönöm. És várom a jelentkezőket. Nincsenek nők. Nincsenek szerint. Ez jó volt. És te jó képeket választottál. Köszönöm. Oh shit. Készen állt a két legvitesebb ember, ez nem ér. Na, mehet. Jó napot. Én vagyok a Skekor Cringe. Én beszélem. A fan... Okkal lesz szó. Az én fanfiction. A Lala fanjairól lesz szó. Ne, az... És hogy fanfiction. Nem csak hogy szórakoztató, de élet megváltató. Hát nézzétek meg ezt! Ezt csodát! Látjátok? Még Jézust is lekörözöm, bazd meg! Nézzétek! Érted? Csak a szállóban jön az autó és... Riasztó! Bekapcsol! Amikor ezt mondom... Amikor ezt mondtam a könyvtárunknál, hát ki van ott egy életre? Azt mondtam, hogy... Kimondtam az embert. De nem kitiltottak, kibannoltak. Jó, bocsáss meg. Itt látható Dominik. Nem írom fel nevét. Ez a... data azt mutatja nekünk egyértelműen, hogy hogy kaja. Nyomi. Kebab. Igen. Még az a baj, hogy ezt így kirakta valaki a napra, és így megrohadt, szóval, hogy így... De ez érett. Így. De hát ez egy Csernobili effekt. Hát nem, mert a Csernobil, akkor így folyna kifele belőle a szósz, a... A sugár is rámenne, meg minden már rohadna. Személyi lennének. Igen. Köszönöm szépen, és... ja, találkozunk a következő fesztiválon. És miért fogsz te több szavazatot kapni, mint én? Ez a kérdés. Lalának a riasztó vigyogása miatt. Szóval... Aj, Istenem. Bocs, köszte. Várjál, hogyha bedugom a rendes webkamerámat, akkor látni fogja. Lehet csinálni egy fotót gyorsan. Yes, látja, hú, miről készítsük a képet. A farkadról. Azt akartam, hol húztam a gatyám, geci. Ja, várjál, mindjárt hozom. Nem. Hozom a farkam! Csak így lecsatolható, tudod? Csináltam egy képet, de nem látja. Jó, most jó. Jó, figyelj, lesznek majd Lalának olyan nevetése, amikor olyan lesz, mint egy riasztó. Igen. Basz ki a kocsi riasztó, mindjárt jövök. Ezt mondom, egy riasztó. Még szóltam. Jó, itt van egy kép a péniszemről. Koni, geci. Az orrod úgy néz ki, mint egy gomba kettő lyukkal. Megérkezett. Jó. Kitakítottam az orromat. Nem, mi a fasz? Az a péniszem. Nekem mondom, lecsatolható cyberpunk gamer péniszem van. De várjál, hogyha egy közelére hoz a dologhoz, akkor fölrobban? Mi? Ja. Sziasztok, az én nevem Basz Tamás, és erről fog beszélni. Megbocsátást keresek. Én voltam az, aki megette az utolsó példányát a Simpson család harmadik évad DVD-jének. Na, halljuk Lala, mi a bocsánatod? Azért ettem le, mivel kiderült, hogy a magyarovajas uborka nem annyira finom, és megkóstoltam a Simpson családnak a harmadik év. Nem, az magyarovaj. Igen, az magyarovaj. Magyarovaj. Megkóstoltam, és nem volt eléggé ízletes. És és megkóstoltam a Simpsonságnak a harmadik évadját, és olyan finom volt, hogy meg kell tennem. Én Nintendo kártyú? Az oka, miért ezt tettem? Azt már elmondtad az előbb. Szóval ez így egyből egy Adam volt így.
Na, a következő, gyorsan, akkor ugorj, Lola, vett lesz közönséget! Meg a rating. Ha nem tudsz megbocsátani, akkor el fogok futni tőled egy... egy muskétes ruhában. Tök jó, hogy nem ezt nyomtam. Lehet a kicsit furcsa, de igen, én félek az emberektől. Nem muskétás, ez egy vívó. Muskétás! Top 10 muskétás. Olyan downvote-okat kap most tőlem, Lola. Na jó, ugorj. Köszönöm szépen. Wow, ez... Yeah. Hello, az én nevem Jacko. És ma nem másról szeretnék beszélni, mint... Én kritikát adok a következő képeknek az én perspektívámból, mint egy kitűnő expert szakértő gamer. Na ez a kép, ahogy látjátok, nem másnak az utalása, mint Minecraft. Mivel ez itt Minecraft Steve, és ez itt egy földkocka. És hogyha óvatosan oda néztek, ott van egy Enderman. Holy shit. Ezt... Ahogy látjátok, csak egy szakértő gamer láthatja, mint én. Na most, a következő kép nagyon-nagyon mérgessé tesz engem. Kezdjük itt! Én ezt az ívet nem szeretem. Ahogy látjátok, kevesebb egér van, és egyre több macska. Viszont ez nem gamer. Ennek semmi köze, szóval ez nem gamer. Ennek semmi köze a gémeléshez. Macska karakter csak Captain Claw volt, és az pedig nem ő. Viszont egér se volt. Na, Tommy a mikrofonon! Tommy! Eléggé túl sok mondani, hogy a emberi kultúra ehhez vezetett? Na most, lássátok a képeket. Ez egyértelmű, hogy ezt az emberek művelték. Nézzétek meg! Ez a kisfiú egy ártatlan lélek. Viszont az emberek annyira megvetették őt és rákényszerítették erre, hogy munkát vállalt, és erre még meg is verték szegény kisfiút. Úgyhogy most adunk neki egy cuponos puszit. Szóval... Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm szépen. Sziasztok, én Tamás XDDDDDDD vagyok, és erről fogok beszélni. De az úgy van, hogy az én nevem, Tamás. Jó, az én nevem, Tamás. Kenyérpirító, egy tökéletes ajándék bármilyen pillanatban. Igen. Alkalomra, akármikor jó. Na nézzük. És elmondom, hogy... Vannak, rengeteg olyan kenyérpirító van, aminek érintőképernyője van. Fölkelsz reggel, beletszol és kenyered, és köszön neked a pirító, érted? Reggel fölkelsz neked, és köszön neked. A feleséged nem köszön, mert nő. Érted? Nem köszön neked, a pirítód az köszön. Mert nő. Hova? Ez a legmenőbb feature, de ez nagyon menő. Ez nagyon menő. Nem is kell jó pirítson, elég, ha köszön. Pirítson! Euréka! Ezt kiáltottam, amikor megláttam ezt. Levi, nem te prezentálsz. Jó, csak Tomi... Jó. Silence, ments. Levi, most lefagyasztottál engem, köszönöm. Javítsd a pirítógépet! Eszközök. Javítsd a pirítót. Ezekkel az eszközökkel meg tudod javítani a kibaszott pirítódat. És minden háztartásban van ilyen például. Mindenhol kell egy kalapács, meg akarod verni a feleséged, meg tudod vele verni, és meg is tudod, hogy a pirítódat, nem? Teljesen jó. Mindenkinek a háztartásában kell legyenek ilyen eszközök. Ezeknek nem lehet élni. Égesd ezt a képet a memóriádba. Az emlékezetedbe. Bocsánat, csak nem bírok fordítani. Pizzer tovább. Ezt nem szeretném. Szóval... Ez cringe. Ezt mindenféleképpen bele kell égetned a memóriádba, ezt a pizzás dobozt, mert szép. Ne pizza. És minimalista, és gyönyörű. És ez hogyan kapcsolódik a kenyérpirítóhoz? Hát, hogy nem kell többé pizza. Nem kell többé pizza, mert ott a kenyérpirító. Köszönöm, Levente, nagyon szépen köszönöm, de kussoljál.
Köszönöm. Ezekért a kommentekért kaszkusz pont, hogy ez kek volt. Elküldted el. Ez kek volt! Eléggé kek volt, már mondhatom. Sziasztok, az én nevem Soafája, és ma egy különleges téma lesz. Ez a téma pedig, hogy nincsen jövő a Rembrandt nélkül. Ahogy látjátok, itt van egy... Szóval az a lényeg, hogy egy lófejű ember, és látjátok, hogy hosszú haja van itt. De amúgy nincsen hosszú haja, mert ő nem nő, ő nem nő. Nem léteznek nők. Rembrandtnél csak férfiak vannak. És ezért a jövő a Rembrandt. A nők ki fognak halni. Ja, tessék. Ki a hallak? Éheztetjük őket. Ez miért fontos ez az információ? Nos, azért, mert a Rembrandtbe így lehet csúszdázni a lépcsőn. Teljesen biztonságosan. Csak nézzetek rá erre a cowboyra, hogy élvezi az életet. Hiszen mögötte ül Prince Harry. És vele csúszdázik. És mi a legrosszabb része ennek az egésznek? Hogyha jönnek az amerikai tengerészgyalogosok, bizony egy ilyen WC-be fognak vinni titeket, ahol mindenféle dolgot csinálnak veletek. Látjátok ezt a lyukat? Ide rakták be Prince Harry fejét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a prezentációmat a Rembrandtről. Mi meghalt? Elájulok. Akupalipszis! Akupalipszis! Azt írtam! Akupalipszis! Azt én írtam! Akupalipszis! Jézus! Stubby kapja, ugye? Igen. A gömbdíj. Ez az a legnagyobb tiszteletem, a gömbdíj. Átadom. Ez a második. Nem kapok levegőt! Miért volt 3G? De nem vagyok kreatívak! No. Nézzük. Simán. És nem Tomi írta? Már. Ez jó meg. Sek hogy senki. Újra hasznosítható. Mondom. Macskát? Macskát? Újra használom macskát. Bedobod a darálóba. Készítesz a húsából egy új macskát. Hát van olyan érzésem, hogy itt ez a kettő, valamiért egybe akar vágódni. Ja, hogy mi az? Óvszerekből csinálunk cizákat? Már megint ez van, hogy ez a valaki beír egy teljesen random szót, és akkor... Szex. Tétrakodod, nem? Lédús, levi... Yes! 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 Lédús. Nem tudom, nekem ez tetszik, ez a kis arc. Koboly. Ez aranyos. Mi a pont? Tök cuki.
Csak olyan aranyos az a kis arc. A safety angolul írja le? Igen. Hát mert angolul van a játék. Wow! No way! Legalább egy kar, mi a szalagot tettél volna? Jaj, ne! Jaj, ne! Úristen! Na mi van, gettik mi? Ez... Két harcos! Két titánok harcos! Két titán, ez... Jézusom! Ez a kered rajz! Arra azóta volna én lebenyeket így, mi a zsírlebenyeket a talpá, lábára. Ez tőle lett volna. Nem tudtam, hogy a sportjátékoknál mit akar értőni, én úgy gondoltam valami scam, geciát mondom, kár. Dükülüki! A dogolt császár! Nem is dogolt, nézd már rá! Hát szép viccesen, mert még az előző championnek is be tudnak kérni. Ja igen! Pac-Man csak zöld! Kék halál mi az? Képes falára. Na, melyik karakter? Őszintén mindkettőket ki fogom nyomtatni, de úgy nem tudom, legyen Pac-Man csak zöld. De miért vannak lábai? Mert van lába, meg keze is. Áááá, ez kicsit. Fors, Pac-Man csak zöld, nem nyert. Aaaa, franc. Krétes! Ez instant, instant, instant. What is up, Danny? De pedig nézd meg, milyen jó logót megrajzoltam. Ahogy tudja jól lehet. Milyen jó kérdésen csak a rum. Ez jó. Oh. Elpusztítja a brum egyébként. Csak nézel. Jó istenem. Liliudeás versus hegesztő maszkos roma. Ez tuti akkor jó. Ki fog gyerni, ha? Yes! Nem tudom. Pusztítsd el, Roma! Nem tudom, a hegesztő maszkos Roma az nagyon komoly. Én nyertem. Yes, végre. Pac-Man csak zöld, nem nyert. Ő gyenge. Ja, Istenem. Csoda! Hogy van amúgy ennyit? Na nézzük. Következő. A Flip! Randy Pitchford! Oh shit! Hipnózi! Hát Randy Pitchford nagy bűvész. Ez egyértelmű. Akkora bűvész. Meg... Betölbor. Most se te nézte. Hát az egyértelműen Randy Pitchford, mert olyan jól kezeli Claptrap szinkron hangját is. Megütötte. Tényleg kész. Ért a nőkhöz. Ért az alkalmazottakhoz. Ekkor nem fizette ki. Lüki. Nem fizette Sorro. Ki a... Borderlands 3 fejlesztőit annyira ért az emberekhez. Kész. Ajaj. Ő a tökéletes férfi. Yes! Ennyi. Levi a mindent elpusztít. Yes. Randy Pitchford. Gearbox az, ember. Látod azokat a pénzeket, amit kaptál? Na azt nem kapod meg. Ubofors. Ubisz megbasztam a rapport. Ha 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 ha
Nézd bele az a halál szemekbe. Igen, felnőtt. Felnőttes. Oh, de jó, edő az új Assassin's Creed. Férfi barlang. Az a baj, hogy... Ne, a férfi barlang az, amikor ilyen a padlásodból csinál, pincérből csinálsz ilyen rendes, ilyen biliárdasszal, meg ilyesmi. Szerintem narancs vizilónak van. Jó, szerintem is. Szerintem narancs vizilónak. Én de... megadtam neki. Jaj, ne! Ne! Toxikus férfiasság. Miért nem hagytad ott a redditort? Miért nem hagytad ott a redditort? Te bolond! De az miért toxic veszmérés? Te... mert az vagy. Bob. Nagy Bob veri a feleségét. Toxikus férfiasság az az. Úristen. Yes. Nagy Bob veri a feleségét. Az a Redditor az nagyon jó. A Wojack kopítás. Holy fuck. Nem is a maszkot rajzol, voltad le. De bazdmeg, én is szerintem olyan... Dallas van meddig. De Dallas lesz, mert Hoxtont elkapták. Dallas nem kapták el. Ez egyértelmű. Jó, én Csobát, mert... Csoba a osztálytársam, az túl menő. Igazi menő, Csoba. Csoba. Csak nézd rá! Egy igazi Chad. Amúgy tényleg ez. Nézd rá, Csoba. Lesz hogy ő itt az igazi csárdás. De ez erőnk Néron Funkódol. Hát Csaba az mindig érdemli magát. Kiértem nyilag a saját, ez boxos-kokszos kroki. Boxos-kroki. Nem, hát Csaba bazdmeg, hát nézd már rám. Funkópop. Ne basszatok már fel, hogy Csaba. Úgy imádom, akartál rajzolni egy pénisznek, így csak eltüntetted. Igen. És ott maradt. Van az túl alpári ide, úgyhogy. Ennyire csehet, hogy kifejeli onnan izét. Kör a boxos-kokszos kroki. 20.000 forint. Biceps elementál versus elem. Elem. Grotesk. Grotesk. Elem. Ez volt a végső meccs. Yes! Él! Yes. Zöld Pac-Man, hegesző maszkos Roma, Randy Pitchford és egy szexuális zaklató. Az ultimate. Dallas. Végső csapat.